2015-ben közel 25 ezer többségében koszovói migráns érkezett Magyarországra Szerbiából. A koszovóiak elvándorlásának gazdasági és politikai okai is vannak. Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét. Azóta a lakosok reménykednek a jobb életben. A múlt héten Pristinában járt Markovics Anna Mária újságíró. Szerinte a munkanélküliség hatalmas méreteket ölt Koszovóban. Az átlagbér 400 euró körül alakul, de nagyon sokan csak 200-240 eurót keresnek, vannak persze akik többen is. Nem ez a probléma, hanem átlagos családmérete 6 fős, és általában csak egy ember dolgozik. Tehát, hogyha akár 500 eurós fizetésről beszélünk, akkor is 6 embert kell eltartani. Tehát akikkel beszéltünk, mondták, hogy igen, nagy a szegénység, másrészt a politikai csalódottság, mert voltak májusban választások, aztán egy 6 hónapos űr következett, és nem azok kerültek hatalomra, akiket a nép várt. A robbanásszerű menekült hullámot állítólag az indította el, hogy olyan hírek kaptak szányra, miszerint Németországban 40 ezer betöltetlen munkahely van, amelyekre érkezési sorrendben veszik majd fel az embereket. Az indulást az is megkönnyítette, hogy jelentősen csökkentek a nyugatra jutás költségei. Korábban ezért akár 2000 eurót is ki kellett fizetniük a koszovóiaknak. Ti troškovi su jako značajno manji jer ljudi plaćaju na paliću ljudima da idu dalje i da im pokažu granicu 150 do 200 eura i treba im autobuske karte do Subotice, znači Beograd Subotica, onda to košta oko 30 eura i taksi i tako sve ukupno može da košta 400 do 500 eura, što je značajno manje i svako od njih uzima rizik da proba da to nekako reši, da izlazi uz nadu da će da dobiju azil. Az európai országok közül többen is jelezték, hogy a közeljövőben szigorítani kívánnak bevándorlás politikájukon. Szakértők szerint, ha a rengeteg menekültet visszatoloncolják Koszovóba, az humanitárius katasztrófához is vezethet.